Na szevasztok srácok, üdv mindenkinek itt Nessai, és a mai videóban megnézzük a PES 2020 demo verzióját. Viszonylag vágatlan formában, csak így első látásra most fogom kipróbálni. Először még egyetlen egy meccset sem játszottam. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, remélem, hogy fasza lett, és remélem, hogy idén is egy nagyon-nagyon jó versenytársa lesz a FIFA-nak. Tudom, hogy borzasztóan el vagyok késve, és már kb. Másfél hete meg kellett volna csinálnom ezt a videót, de legalább elmondhatjuk a komment szekcióban, hogy nektek hogy tetszik a demo, hiszen valószínűleg már játszottatok vele. Mint mindig, most se felejtsétek el kifejezni a véleményeteket majd like és dislike formájában, illetve hogyha van annyi eszetek és helyesírási képességetek, akkor, ahogy mondtam, hozzászólás formájában is. De most nincs más hátra, mint hátra, lássuk, hogy milyen lett a PES 20 demója. Legyél még ma valódi tagja a Pingvin seregnek, válasz sapkát, pulcsit, bögrét, ami tetszik, nyilván póló és egyéb újdonságok a shopon, link a leírásban. Azt mondja, hogy hát sok opciónk nincsen, kick-off mérkőzést fogunk játszani, lokál meccs formájában, én leszek a hazai csapat, és akkor nézzük, Arsenal, Barca, Bayern, Juve, United, Boca, Colo-Colo, az nem tudom mi, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, River Plate, São Paulo és Vasco da Gama. Elég jó felhozatal van egyébként, nyilván főleg dél-amerikai csapatokból, de azért sikerült licenszelniük egész szép nagy európai csapatokat. Hát természetesen a United-del leszünk, az ellenfelünk pedig legyen a Barcelona, mondjuk, úgyse annyira kedvelem őket, és ezért már meg is lehet dobálni dislike-okkal, de semmi gond. A csodálatos új idegenbeli meszt fogjuk használni, az egyébként tényleg nagyon-nagyon tetszik, tehát a tavalyi rózsaszínhez képest ez a, nem tudom, kenyérszínű United meszt tök faszán néz ki. Meg a Barcának ez a kis terítős egyenruhája is tök faszana, de nézzük a csapatokat. Az egyértelmű, hogy Lukakut nem fogom használni, úgyhogy őt azon nyomban eltávolítjuk onnan előről. Ellenben, ha benne lenne Greenwood a játékban, a mi kis fiatal sztárunk ott van, nagyon jó, őt például bevethetjük. Nézzük, miből élünk, hát Sanchez-t nem használjuk, és egyértelműen Youngot sem. Nyilván az igazolások még nincsenek benne a játékban, ezt ugye az utolsó pillanatban szokták frissíteni, úgyhogy Wan-Bissaka még nem elérhető, Dalo játszik majd a jobb oldalon, Smalling köszönjük szépen viszontlátásra, helyette Bailly, a középpályán Pogba oké, okay. Lingardtól elköszönünk egyelőre, csak nem tudom, hogy kit rakunk a helyére. Hát nem állunk olyan jól United ügyileg, de ugye ebben a pillanatban, a mai napon van az angol átigazolási szezon utolsó napja, úgyhogy én még reménykedek pár érkezőben. És McTominay-t berakom Matic helyett, olyan ügyesen játszott a felkészülési meccseken elől. Rashford, Greenwood, Martial, Fred McTominay, Pogba, Shaw, Lindelöf, Bailly, Diogo, Dalot és David De Gea. Jó lesz így, srácok, így is túl sokat húztam az időt. Tahi Csongot még odadobjuk a kispadra. A Barca jó lesz úgy, ahogy vannak. Messi játszik, az a lényeg, megvan a clickbaitünk. És akkor kezdjük el a mérkőzést, srácok. Manchester United Barcelona a PES 2020 demójában. Kick off! Kíváncsi vagyok, hogy fog menni. Ugye szokás szerint azt láttam, hogy idén is sokkal lassabb a PES játékmenete a FIFA-éhoz képest, úgyhogy nem kell kapkodni, szépen fel lehet építeni a támadásokat. Kíváncsi vagyok, hogy a grafika fejlődött-e. De íme, az Allianz arénában vagyunk, ha jól látom, így van. Manchester United Barcelona. Hát így a felkészülési időszakban nyáron. Ez is egy ilyen barátságos összecsapás. Messi szakála hibátlan, valószínűleg az én fejem pont kitakarta ezt nektek, de nagyon sokan jeleztétek, hogy legyen kisebb a facecam, hát most már nincsen green screen, és próbáltam összehúzni egy picit, remélem, hogy így nem fogok kitakarni semmi hasznosat, de mégis látszik a csodálatos arcberendezésem. A közönség extázisban, a játékosok megköszönik a tapsot, jól néz ki. Azt kell mondjam, hogy jól néz ki, íme az összeállítások, ezt egy picit azért lehet, hogy megskippelgetném, de szép hosszú a bevezető, természetesen minden ott van, aminek ott kell lennie, hogy a mérkőzés megkezdődhessen, és akkor íme Greenwood útjára indítja a labdát, nézzük, hogy milyen a játék. Rashford, szép a visszatett labda, McTominay ki a szélre, Shaw húzódik előre, és kéri Martial, láttam én ott a kiugrást, jó a blokk, azt hiszem Sergi Roberto volt az, egy visszacsel, és a beívelés, piff! Stadionbuk, ide szép volt a próbálkozás. Hölgyeim és uraim, nebulók, testják, pingvinek,
Luke Shaw egy visszacsel után egy szép beadással próbálkozik, és Rashford kapásból, hát erre szokták mondani, hogy leszorítani azért nem sikerült. Kirúgásra jöhet a Barcelona. Ugye ez az alapkamera beállítás, ami nagyon tetszik, ez a picit döntött szög, miközben előnyszabály, Rakitic, tovább Suáreznek. Kíváncsi vagyok, tehát ez mindig jól néz ki videón ez a kameraszög, de hogy mennyire lehet jól irányítani ebből a döntött nézetből, az majd kiderül. Rashford passza elakad, menjünk a jobb oldalon, Bai. Szépen előre, cselezni nem tudom, hogy fogok-e tudni, de Dalot a labdával. Beközépre Fred, ott kérné Shaw a túloldalon, picit rövid. Jó a lövőcsel, be kéne tenni egy csatárnak, ott is van Greenwood! A próbálkozás gyengúsz. Nehézségi szintet nem állítottam, igen. Azt elfelejtettem, kicsit könnyűnek tűnik abból a szempontból, hogy nem nagyon támad le az ellenfél, de hát most oda se neki, így első próbálkozásra ez tökéletes lesz. Mondom, a grafikával nagyon elégedett vagyok, azzal sose volt baj szerintem a PES-be. Egy kicsit más vonalat követ, mint a FIFA, szerintem fotorealisztikus, miközben nagyon szép az indítás, el lehet lőni! Rashford! Jó! Úgyhogy a megjelenés az abszolút 5 pontos idén is, miközben nézzük a visszajátszást. A hangok nem szoktak olyan autentikusak lenni, mint a FIFA-ban, de egyelőre nem rossz, tehát így rövid távon nem zavar a közönség hangja, az tetszik. A gameplay, hát az még így várat magára, majd a videó végén elmondom. De eddig minden rendben van. 77%-ba birtokoljuk a labdát, hát igen. Ez azért a való életben, lássuk be, a jelenlegi csapat erősségeket nézve valószínűleg nem így alakulna. Miközben egy felívelés a Barszától, hát annyira azért a taktikát nem sikerült lemodellezni. Menjünk előre, Pogba kapja, Greenwood inkább vissza, Shaw már megy is a szélen, csodálatos váltás, Fredtől jöhet a beívelés, a kapáslövés Martialtól! És egy újabb védés, de megvan a labda, vissza lehet tenni inkább a biztosra, tegyük le Pogbának, Pogba, kicsit gyengusz volt az a lövés, és ezzel el is veszítjük a bogyót, Suárez! Megtámadjuk, szép a labdaszerzés, azonban pontatlan a passz. Ismét egy hosszú labda, ezt szépen begyűjti Lindelöf, erről van szó. Úgyhogy szó mi szó, tetszik eddig a dolog, tetszik. Hát ugye mindig igazából az online komponens és a licenszek miatt nem szeretik sokan a PES-t, viszont ami nagyon tetszik, nem tudom, hogy mennyire vettétek így észre, hogy nagyon jól mozognak a játékosaim, tehát nézzétek meg, hogy a szélső védők hogy felfutnak, kérik a labdát, érdemes ott Shaw-t figyelni a jobb felső sarokban, most már nem először van üresen és kéri a bogyót magának, Martial cselezget, vissza Shaw-hoz, szép játék, Martial megpróbált ott flick-flakkozni, egyet nem sikerült, és ezzel fél időben 0-0. Nyilván nem erőltettem azért agyon itt a lövéseket, felmerült bennetek a kérdés, ezt elfelejtettem mondani, Xbox One X-en játszom, srácok, a demót, de elérhető minden platformra. Haladjunk is tova. Hát itt nincs igazából értelme a statisztikának, mondom, a nehézségi szintet nem lőttem be. Ez tényleg csak egy ilyen első benyomások teszt akar lenni, mert megígértem nektek, meg én is nagyon kíváncsi voltam a játékra. Na, vegyük el a bogyót gyorsan. Azt építkezzünk előre, Martial, tudok-e cselezni? Hoppá, hoppá, nem. Tehát gyakorlatilag egy helyben elvesztettem a labdát, csodálatos. Suárez jön előre, szép a szerelés, Baitól. Pogba. Belefutok egy emberbe, most több hiba, ez jó kontra lehet. Coutinho beteszi Suáreznek, Suárez, gyönyörű, utolsó pillanatos szerelés. És ezzel mehet előre a kontra, Fred, Pogba. Azért egy picit zavar ez a döntött kamera, bármennyire is jól néz ki, és nézzétek, Shaw már indul. Tök jó meg van csinálva. Az AI csapattársak nagyon jól mozognak. Ez eddig a legfeltűnőbb talán. A FIFA-ba így maguktól, mondjuk nyilván mindenki visszaállítja a szélső védőit, de nincsenek ilyen jó csapattárs mozgások. Ez egy picit hosszú Rashfordnak, de csak bedobásra tud felszabadítani a Barca. 62. perc, és nézzük a csere animációt, Vidal érkezik Arthur helyére. Teljesen jó kis standard bevonulás. Ott a bedobás, Pogba, visszalövésre, Fred, azt el lehet vállalni fölé. Ilyet itt a lövés erősségre azért rá kell érezni, ez nagyon-nagyon különbözik a FIFA és a PES játékokban, hogy hogyan kell jól lőni. Nyilván ez sok gyakorlással lehet csak elsajátítani. Miénk a felívelt labda, Fred,
éppen hogy előre tudja kotorgatni Martial, jó labda, Greenwood Rashfordnak, kéri vissza Greenwood estében mellé. Szép háromszögelés volt. Mason Greenwood játszotta meg Rashfordot, egyből ment a visszapassz. Íme itt, tuk-tuk, és elcsúszott, ott nem tudta szépen kezelni a testét, az önön testét és a labdát sem. Marad a 0-0, hát azért egy gólt kéne lőni, hogy megnézzük az ünneplést, újabb felívelés Ter Stegentől. Ismét Lindelöf ugorhat, ezúttal elveszíti a fejpárbajt, Messi, nem volt az semmi, Spori. Ne hagyjad eladni magadat, Messi, jobb, labdára ment, nyugodjunk meg, hölgyeim és uraim, senki ne vegye le az alsó neműjét, Erik Bailly kap egy sárga lapot a játékvezető sporttárstól, itt Messi levette, hát éppen, hogy eltaláltuk a labdát, egy hangya pöcsnyit voltunk szabálytalanok, úgy mondanám, jöhet a Barcelona szabadrugása, csak hogy ilyet is látjunk, hát a tutoriált most itt hiába mondod nekem, főnök, tudok ugrani a sorfallal, mozogni jobbra-balra, Messi elő! Ó-ho-ho! Hát mi történik itt, kérem szépen? Hát még, hogy nincs eléggé fölcsavarva a nehézségi szint. Lionel Messi hatalmas szabadrugás góljával megvan a vezetés. Ha jól emlékszem, tavaly is valami nagy Messi gól volt a clickbaitünk az első PES videónál, hát lehet, hogy ez ma is meg lesz. Sőt, hát biztos. Csodálatos Lionel, vagy Lionel, Messi szabadrugás gól, hát ahogy szokta. Erővel szépen csavarva a rövidre, át a sorfal fölött. Nagyon-nagyon szép találat az argentin csoda gyermektől, és hát a közös ünneplés jár. Suárezzel 1-0-ra vezetnek a katalánok. Jó van. Na, hát akkor szedjük össze magunkat, mert hogy 72. minutum, kérné is a Rashford, blokkolják az ívelést, de már a szélső védő ott nyargalászik Daló képében, nézzünk egy ívelést. Igen, ezért baj a döntött kamera, tehát én ezt a kapu elé akartam betenni. De hát ugye az ember sokszor be akarja tenni, csak nem mindig sikerül kappa. Pogba nem tudja elvenni közben Coutinho-tól a jobb oldalon. Egerészik előre Vidal, csodálatos a becsúszás, Daló. Meg lesz, Sporike, ne, tehát nyugodjunk meg, Spori. Most kezdesz itt hülye ítéleteket hozni, ami se nekem, se a közönségnek nem fog tetszeni. Nem tudom, itt mi volt szabálytalan, Jordi Albára egy kicsit reál nehezedett Diego Daló izzadt teste. Szabadrugás a 81. percben. Rashford, te nyargalásszál előre, fiam. Hogyha itt megnyerjük a fejpárbajt, úgy is van, akkor lehessen indítani. Csak az a baj, hogy lepattan Jordi Albához, de ez megvan. McTominay! Nézd meg, konkrétan szerem van a Spori. Most mi van? Most mit ugatsz? Tehát, hogy azt légy szíves, taglaljad nekem szépen, valamelyik hispán nyelven, mert hogy az látszik, hogy a véred az spanyol, hogy ebben mi volt a szabálytalan. Sose tudjuk meg. Ismét Messi a labda mögött. Messi kapura, és Jézusom, még egy kapu. Na jó van. Oké, hát tehát a PES-ben szabadrugásokat kell kiharcolni, ezt már tudjuk. Martial kicsit hosszan vette át, kapkodok, 5 perc van hátra, megint szabadrugás. Na jó. Oké, Messi kapja, Messi vinné el, Messi! Mellé! Hát fölé lett a játék, így a második fél időre. Igen, csak megnehezítik a dolgomat, Coutinho végezte el gyorsan, Messi beegerészi magát a 16-oson belőle, és mellé csürrenti. Hát nem jó ez így. Nem jó ez így, azt kell, hogy mondjam. Szépen előre húzódunk, na gyerünk, nincs idő, 89. perc, nem lesz hosszabbítás, az a baj, mert hogy demo, Martial, gyere só, gyerünk előre, gyerünk, látom már, hogy hálni jár beléd a lélek, be középre, visszatett labda, pif! Áj, Martial küldte meg, nem volt eléggé erős a lövés, hoppá, még megy az idő, gyerünk, Greenwood, egy lövőcserre, már nincs idő, ott van Piqué, és ezzel vége, a bemutató mérkőzésnek United Barcelona 0-1. Messi örülhet, megérte ilyen szépen lemodellezni szakállastul, katalánostul, barcelonástul. Hát azt gondolom, hogy reális eredmény született, nézve a képességeimet és nézve a csapatok erejét. Jó volt tényleg egy ilyen rövid időre megnézni a PES-t, de hát majd a teljes verzióval nyilván, ahogy szokott lenni, elkezdjük a Master League-et, amikor megjelenik. Szeptember azt hiszem a megjelenési dátum, de majd utána fogok nézni.
Minden évben tetszik nekem a PES így záró gondolatként, srácok, ez ezúttal sincsen másképp. Jó a játék, sokkal lassabb, mint a FIFA, sokkal realisztikusabb. Meglátjuk, hogy a karriermódban, a Master League-ben milyen újításokat hoztak a Konami-sok, de nem nagyon lehet itt panaszom tényleg így 10 perc játék után. Kicsit sok volt a szabadrugás, az itt fura volt, de nyilván meg kell tanulni szerelni, azért az egy fontos szempont. A hangok rendben vannak, a grafika nagyon-nagyon jó, de az nekem mindig is tetszett, valahogy a PES grafikai stílusa jobban átjön, mint a FIFA-é, úgyhogy mindenféleképpen meg fogja érni megnézni, hogyha megjelenik a játék, ennyit biztosan tudok mondani. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha játszotok a demóval, akkor ahogy mondtam a videó elején, mindenféleképpen meséljetek odalent a komment szekcióban, és ne adj Isten, hogyha vannak olyanok köztetek, akik rendszeresen évről évre inkább a PES-sel játszanak, mint a FIFA-val, akkor mondjátok el azt is, hogy miért. Hogyha jól szórakoztatok, akkor szokás szerint a lájkot megköszönöm, ha nem annyira, akkor édes Istenem. Srácok, köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, és 100 szónak is egy a vége. Na, szevasztok! N betű! Dolog, amit a világon láttam.